És ahogy látom, most már készen állnak a játékosok is, úgyhogy egy nagyon jó és hosszú felvezetőt követően érkezzen az utolsó csoportköri mérkőzés, Domination Esports kontra Meta Tensei. Utolsó mérkőzés, aj, micsoda, már egy buszokkal teli mérkőzés láthatunk itt, mindenki kicsit viccelődve kezdi meg itt az utolsó mérkőzésünket, buszok tömkelegével, kéve egy-két fenekkel mellé csatolva, nézzük végig itt a mérkőzést, ahol Ace kezdi meg az első találatát itt a találkozóban, a Domination Meta Tensei-jel szemben most a Meta Tensei az, aki éppen örülhet magának, és két busznak az erejével csuklós buszt hoztak létre, és megszerzik a legelső találatot. Biztos a Meta Tensei. Én tudom, hogy ez most a Rocket League, vagy a Fortnite csapatuk, akik jelenleg játszanak. Lenyűgöző. Csak nehogy a második mérkőzésre a Domination is megjelenjen ezekkel, és akkor hirtelen elkezdünk a Bus Simulator 2023-mal játszani, Powered by Rocket League. Közben nem sikerül a gólszerzés a Dominationnek. Valahogy a Meta Tensei vezet 40 másodpercet követően, és azt kell, hogy mondjam, jól játszik, felszabadultan, hát hogyan is kéne máshogy. Hát igen, közben Richmond elég közel van, Kokun végül besegíti azt a labdát, amit végül nem sikerült megvédeni ők. Ha jól láttam, még Racsni próbálkozott ott, de végül nem sikerült eltalálnia. Ezzel pedig a Domination egyenlít jelenleg a buszokkal szemben egy-egyre itt az első egy percünket követően, mennyi egyes, hihetetlen. És igen, ezzel folytatjuk a játékunkat. Jóha. Hú, ez nagyon nagy sokként ért ez az autókál. Bocsánat. Járműválasztás. Ahogy engem is. Megbordít, Kokun. Megint a kapufa. Szerintem többször találta meg a kapufát eddig, mint magát a labdát. Kokun. Másfél percet követően egyelőre. Azt kell mondjam, hogy szoros. Szoros az összecsapásunk. Eddig. Tehát azért várjuk meg. Nem gondolom, hogy a Domination azért könnyen hagyná magát. Hú. A buszoknak az ereje amúgy hihetetlen. Ez kellett volna a Squid Gaming-gel szemben is. Kicsit több lóerő van lehet benne, mint mondjuk egy Octane-ben. Hát valószínűleg, hogyha már egy, nem tudom, egy olyan két tónás vagy három tónás járművet kell levitetni, azért abban biztos több nagyobb motorerő van, mint egy ilyen kis random autókával. Hát figyelj, de most igazából, ha már itt buszokról van szó, akkor azért azt elmondanám, hogy pont a wildcard szakasznál volt ez a busz ingyenesen megszerezhető. Tehát igen, igazából bárki játszhat most jelenleg ezzel, tehát nem, nincs az, hogy el kell trédelni vagy ilyenek. Közben Richmond egy kicsit úgy látszik, hogy elküldte a depóba a buszokat, mert hogy Gogitól egyelőre jött a dunk, majd Richmondtól a befejezés. Ki féltávhoz érve, talán idézésen mondva visszaáll a világ rendje és a Domination átveszi a vezetést. Aztán nehogy véletlenül megint felboruljon. És Levi, aki védekezik elég veszélyesen. Ész ott volt viszont, és Gogi támadna ismételten. Tudom, le van blokkolva, Rasmi Levire, Levi észre. És végül kaput nem találnak, pedig szép teamplay-t láthattunk a Meta Tensei csapatától. És most Gogi tud támadni egy az egyben, azonban Ace van közelebb a labdához, de el lett bumpolva le, és Levi végül nem tudja kivinni még. Gogi visszalepaszolja Richmondnak, Richmondnak pedig túl pattintott lett a labda, és Ace megvan a flippiszet, el is használta azt, Rasni pedig nem tudja már átvenni a labdát, Levi pedig hátul kell figyelnie. Levi már hozzá elől, nem akar ő nagyon hátul figyelni a dolgokra, csak azon Gogi az, akire még jobban. Gogi, nem sikerül neki, viszont Kokun kisegíti. És megszerzi a harmadik gólt a Dominationnek. Itt Gogitól ez rendkívül sok társ volt. Magam nem számoltam most meg, hogy 4 vagy 5 volt.
aztán lehet végül 3 volt, de se baj. Megduplázza előnyét a Domination Esports csapata, és úgy látszik, hogy most egy double fake-off itt a Metatensei-nél, amiből aztán nem jöttek ki jól, majd mégis jól kijönnek. Koginak kell ott lennie résen, majd érkezik Kokun, és egy kicsit, ha csak ideiglenesen is, de felszabadul a kék kapu. Itt van. Levi. Még mindig ő. Richmond még. Nem jó a 50, és az a labda. Bemegy. Kellett hozzá egy kis szerencse, de bement. És szépen egy ütem előbb jött Richmonddal szembe, és Kokun pedig csak befelé tudta ütni azt a labdát. 3-2. Én visszajön a Metatensei a meccsbe. Hát egy perc hátra, még benne van a lehetőség tárházába ez, de először válaszul kéne jönniük azok után, hogy Gogék egy hatalmas játékkal megszerzik a negyedik találatot, és ezzel két gólos előnyben ismételten a Domination. Gogék nem nagyon engedték ezt, illetve Kokun se, hogy a kis buszok visszajöjjenek végül, és egyenlítsenek itt a játékunkban, pedig nagyon közel voltak már. 58 másodperc, elég lesz-e jelenleg ez a Domination-nel szemben? Ben, szemben. Átvetted az én nagyszerű taktikámat, hogy valamit mondasz és szépen lelassítod, mert az ellenkezője történik. 5-2. Másrészt meg egyszerűen nem tudtam lereagálni, mert azt hittem ott lesz egy védő, de hát nem történt meg, és hát azt vártam, hogy hátra meg lesz védő, de nem. Anyway. Közben a Metatensei meg majdnem megvalósult szép kis támadást. Kokun pedig egymásra mászik az egyik busszal. Köszönöm egy óriási passing play a Domination-től. Még tudják tartani az 5-2-t. Wow. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen coming out-ok fognak neki történni a fekezni során, de hát akit is megéljük. Szóval, itt a utolsó 10 másodpercünkben szerintem már kicsit eldőlni látszik most már, hogy ezt a legelső mérkőzést itt a Domination fogja elvinni, elzsebelni 5-2-es állásban, de még fönntartja Gogi azért a labdát, ész is, és végül Richmond lepasszolja középre, hát ha még Gogi rá tud-e fordulni, és rá tudna, de pont előtte pattan le a labda, és ahogy említettem is, ezt a Domination 5-2-re az első mérkőzést bezsebeli. Bezsebeli így bizony, úgy, ahogy egyébként az MTK Budapest tette azt a Spirit Gaming-gel szemben, ott is 1-0 a setbeli járás, viszont most a Spirit Gaming vezet a második game-ben, úgyhogy ott is, aki csak teheti párhuzamosan kapcsolja be azt a meccset is, az is egy nagyon érdekes és jó találkozó. Közben Bogi érkezik itt, és itt volt ez az 5. találat. Hát, 12 lövés Domination oldalról, kontra 8 Metatensei oldalról. Van a Metatenseinek esetleg visszaút? Vannak amúgy lehetőségeik. Tehát vannak olyan píkek, amikor ott van, hogy megszerezzék a találatokat. Sőt, meg is szerzik, meg egyenlítenek is. De... Vesznek-e retúrjegyet? Ez a nagy kérdés. Hát, igen, lesz-e retúrjegy. Egyáltalán megengedi a Domination, hogy felszálljon egy repülőre, vagy egy vonatra. Vagy éppen egy buszra véletlenül amúgy. Tehát, hogy... Hát a busz most már ki kell lőni, szóval most már csak a repülővonat marad. Meg az autó, meg a bicikli. Na mindegy. Tehát... Igazából... Oké. Hogy... Tehát technikailag azért valljuk be, hogyha... Mind a két csapat a 100%-ot hozná, jelenleg... Valószínűleg nem ilyen végét láthatunk. Meg... Igazából egy olyan mérkőzést, ahol szerintem még szorosabb lenne ez az egész. De valószínűleg amiatt, mert jelenleg látható, hogy mik a tabella állásai, jelenleg kicsit lazábbra van véve ez az egész. De úgy, figyelj, szerintem a Metatensei egy mérkőzést vissza tudna hozni, de amúgy én úgy várom, hogy a Domination meg fogja szerezni a következő találatot. Kokun mag is, nem is szereztem, emeltem is a hangsúlyomat, de végül nem történt. Ugye ne felejtsd el, hogy a harmadik helyen is még tovább tudnának jutni.
És ha esetleg most az MTK 3-0-ázna a Spirit Gaming-et, még a... Még akár a Metatenszeinek lenne is esélye, de hát így, hogyha már 2 gémet odaenged a Domination-nek, így már nyilván nagyon nehéz helyzetben van. Levi az ott teljesen megállt, tudomásul vette, hogy egy kicsit rosszul rotált, túl elő volt, megállt, felszálltak az utasok, és most újra elindultak 1-0 a Domination-nek. És ő Levi! Ennyi! Ezt mondtam. Új utasok kellenek. Az előzők nem voltak jók, ők le lettek küldve, most jöttek újak, és kész. Itt is van az egyenlítő találat. Leszálltak az utasok, és úgy látszik, hogy akkor a súlycsökkentés alakult ki annál a busznál, hogy hirtelen a tárcsoktól kezdve minden hitbox megjavult. Bár most úgy látom, hogy megint voltak problémák, de Racsni az, aki ott tud lenni. Hát igen, nehéz dolga van mert a Tenszeinek. Mindenhogy, mind mentálisan, mind alapból a pályán. De... Hát igen. A Domination is azért látszik, hogy valamennyire lazábbra veszi itt a dolgokat. Sokkal kevésbé nyom, mint mondjuk egy MTK vagy egy Spirit Gaming elleni meccsen. De... De ettől függetlenül hozzák azt a kötelező teljesítményt, ami azért szükséges a győzelemhez. Még azért van 3,5 perc, még csak a második game, bármi megtörténhet. De igen, hát egyelőre úgy néz ki, hogy ez a Domination kezei között lehet. Bár egyelőre még döntetlennél, ezt nem mondok. Richmond, Rasné, elnézést, két RC. Richmond? Hát igen, kicsit beszállt a buszba, megnézte, hogy milyen a Metatensei busz. És aztán nem tetszett neki, szóval visszament a kis fenekbe. Anyway, 3 perc hátra, most talán a Metatensei az, aki tud támadni. Levi vissza a lepassz észnek, ész vissza középre. Lenne, ha Gugi nem avatkozna közben. És Rasinak kell figyelnie hátul, 2-1-ben végül Kók rálövi azt. És Richmond messze van már egy lövéstől. Megtörténik az azonban, Levinek igazából már csak ez csemege volt. Ész, még mindig nagyon stérfélen, nincsen meg a tisztázás. És Rasni pedig hátra viszi a labdát, Kókon ezt kihasználja a lehetőséget, lepasszolja középre, Gugi pedig megszerzi a 2-1-es álláspontot. Igen. Ha már a Metatenszein a buszok vannak, akkor úgy látszik, hogy a Domination-nél most hirtelen a vonat szerepébe jöttek, és mondják a Metatenszeinek, hogy a vonat nem, bár... Elindult már. Na jó, ez itt nem a egyik, tehát a HRT az nem arról híres, hogy itt tehetségkutató műsorokat indítsa. Hát igen, jó hatnál, dolog. Jó. Jó, köszönöm szépen. Szeresem. Anyway. Hát figyelj! Annyira jól elviszik ezt a mérkőzést. Ó, Rumble! Full number van. Igen. Na nézzük, hogy tényleg erősebb az a busz, mert ha igen, akkor az egy idő után meg fog törni mindenféle dolog nélkül. Közben ebből nagyszerű kamerából nézzük itt az eseményeket. Itt nagyon szépen, mondom én, tolja le a busz a feneket, kérem szépen. Ja pályáról. Ennyi. Én megmondtam, hogy abban, sőt nem, bocsánat, te mondtad meg, hogy abban több blue erő van. Igen, és Levi meg... Hoppá! Aj! Technikailag megvan. Még a rule number van. Igen, technikai alapokon megtartották még. Még ők is... Ők mind a ketten ugrálnak. El vannak, elszorokoznak. Figyelj, Kriszi, közben azt sem felejtsd el, hogy itt közben egy 2-2 mérkőzés van a háttérben. Hát, amit egyébként nekünk... Szórakoznak, el vannak. Ez egy nagyon fontos... jelenlegi statisztikai alapokon végigmenő játék. Ez egy óriási mindgame egyébként, hogy melyikük fog előbb elmenni ebből a rule 1-ből. Hoppá, ott közben a bump play! És ezt mondom, hogy vajon melyik csapat fog előbb fejben összeesni attól a szituációtól, ami abban a négyzetméterben történt. És ez a Domination volt. 2-2. Hoppá. Van még visszaút? Hát utolsó egy perc, sőt kevesebb.
mint utolsó egy perc, még megvannak a lehetőség tárházai, de hát már Gogi ismét érkezik a játékra, sőt Kokuni az, aki lőne, vagy inkább passzolna Richmond felé, azonban kaput nem találnak még vele, Kokun még mindig tartja a nyomást, egy játékoson átmegy Gogi, kicsit követően, van még mindig a játékszer, végül Rasni indulhatna meg egy támadásra, Kokun nem szól, avatkozna közben, Kokun még mindig, nincsen meg a lepassz, 30 másodperc követően Levi tud rúgni egyet, lőni egyet, elnézést, és viszont kaput nem talál vele. Gogi felrobbantja, domination hátrányban, és talán ész egy double tap nem történik meg, kevés is volt a boost hozzá. Közben az MTK behúzta a második mérkőzést is, úgyhogy a tripla set pont van, és azért az MTK-nak úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jót tenne az, hogyha csoport másodikként zárnának. Az viszont még a harmadik mérkőzést meg kell nyerjük! Itt viszont a domination, mondtam volna, hogy egy 0-szekes gollal nyeri ezt a mérkőzést, de még túl korán esett ez a találat, még egy másodperc ott van az órán, az pont elég arra, hogy egy rosszul sikerült kikopott, akár a Meta Tensei még pozitívan 3-3-ra is módosítson. Ott van fent a labda, Racsni viszont rosszul. És a Domination így megnyeri a második mérkőzését is. És tripla set pontot jut, úgy, mint az MTK Budapest. Várjál, most esik le. Az MTK Budapest? A másik mérkőzés során? Igen, az MTK Budapest 2-0-ra vezet a Spirit Gaming eszem. Wow! Ezeket gyönyörű hallani, ezeket a mondatokat most már. Hát, most már az MTK visszajön a játékba. A zenefüleinknek, ha már itt a tehetségkutatóra volt szó. Két hónapot követően szerintem lassan megérkezik ez az MTK. Ja, eddig nagyon nagy downfallba voltak. Hát, ha most ez lesz az első megúró, hogy visszajöjjenek az első eseményt követően. Hát igen, itt pedig Domination Meta Tensei 2-0. Hát, el vagyunk igazából. Tehát ők is el vannak, mi is el vagyunk. És igazából nézzük a mérkőzéseinket, ahogy játszanak. Nagyon kíváncsi lennék egy olyanra, hogy itt az utolsó mérkőzést, ha már se az lesz, elment egy fókuszom, hogyha az utolsó mérkőzés... bocsánat, túlságosan zavaró volt, hogy látom, hogy nem vagyok fókuszban. Szóval, pont arra voltam kíváncsi... Oha. Meta Tensei? Hölgyeim és uraim, szeretném mondani itt, hogy szerintem szabotás történt a Meta Tensei buszaiból, itt a depóból. Úgy látszik, hogy kivették a benzineket, illetve mindenféle ilyen dolgot. Ó, oh, viszont. Fogalmam nincs, mi történt ebben a 6 másodpercben. Ami nem volt 6 másodperc. Szerintem senki nem fogja ezt megtudni. Ettől függetlenül a Domination kihasználta azt a lehetőségét, hogy a Meta Tensei nem volt benne a játékban, vagy inkább ellopták a kerekeket, és 1-0-ra vezessen itt a harmadik mérkőzésen. Most Rasni, illetve Levi az, aki talán egyenlítene is ezen, és pedig érkezik már a preflippel, mint a prejumpos airdribble-el, elnézést, azonban nem történt meg. Talán most egy lövés, de gyenge lett. Richmond ezt nyugodt szívvel tudta hárítani. Azonban Rasni viszont nem volt jó pozícióban, a boostot várta, és Kokun pedig ezt szépen észreveszi, gyorsan feldolgozza ezeket a információkat, és az üres kapura belövi a labdát. 2-0 ezzel a Domination javára. Gyorsan jött itt ez a kettő Domination gól rögt az első percben. Na, van-e itt bármiféle válasza Levieknek? Úgy tűnik, hogy egyelőre azért a Domination uralja itt a dolgokat. És hát most... Igen, szerintem jól emlékszem, de ha ez így marad, akkor a Domination lehet a csoport mérkőzések során egyedüliként az a csapat, akik 100%-os formát hoznak, és a 9 gémükből mind a 9-et megnyerik, és egyet sem veszítenek el, ami azért rendkívüli teljesítmény minden téren.
Pályáról egy játékos elbampolva, még egyen kell átmennie, Levi viszont nem engedi. Csacsni az, aki tisztáz is a kék túloldalra, Levi azért zögölből rá megy a kapura és szépen megjátsza azt, de végül Kókó megvédi, és Gogi tud ebből építkezni, illetve Richmond is rámenne a labdára, de inkább ott hagyta végül Goginak, és most ebből ész tud tisztázni, inkább lepasszolni Rasni felé, de túl hosszú lett a passz, Kókun tudta ezt átvenni, veszélyesen pattog a kék oldalon játékszer, közben ész, ahogy látom, eléggé robbanó élményekben teszi szert a Domination játékosait, egy-két demo el megtörtént, és most is egy bump, azonban Richmond jókor jó helyen, ahogy szokás ezt mondani, és nem nevett a lálata, mert az Ensel javára. Féltávnál vagyunk, és egyelőre igen, itt a nagyon nem alakul jól a Metatenszeinek itt a szénája. Úgy látszik, hogy ezek a buszok most nem hozzák meg a szerencséjüket. De azért tovább támadnak a további gólokért. Közben észtől kellett egy nagyon jó beleérés. Kukun, még mindig ő. Richmond. Utolsó kettő perc... Rasni, Grizzly. Rasni a pályán van. Bocsánat. Figyelj, ha te Rasnit le Richmondoztad, akkor... Jó, megengedem. Közel. Az igen, Rasni. Na, ha már itt... Az előbb Rasniról volt szó, nem? Egészen szép kis kár kontrollja volt, illetve gól kontrollja. Aztán viszont helyzetet nem tudott belőle kialakítani. Nagyon úgy tűnik, hogy ez az utolsó percét fogja lassan kezdetét venni. Ez a teljes set. Már ezt a Domination egy nem nagyon engedik ki a kezéből, kettő pedig a Metatenszernek nincs nagyon válasza. És talán most egy Levinek a lövése, de hát végül nem úgy találja el a labdát, és ezzel megyünk be az utolsó egy percünkbe, ahol egy zicsert nem használtak ki, és viszont Gogi, igen, és bünteti azt, és ezzel pedig 3-0-ra vezet a Domination Esports a harmadik mérkőzésen. Igen, hát ott a Metatenszeinek kellett volna kihasználnia a technikailag üres kapu lehetőségét, nem történt meg végül, nem volt úgy meg a pozíció, hogy az megtörténjen az a találat. Közben mind a három Metatenszei játékos rámegy a kickoffra, vagy inkább ahhoz közelébe, és talán most ebből tud építkezni a Domination. Ahogy mondom, Richmond már is passzolná a csapatásnak, de csak Levi találja végül meg vele. Ez egy nagy védés Kulkéktól. Hát igen, hogyha kettő busszal ott a set legelején ment, akkor hárommal miért nem menne? Így álltak hozzá. Közben egy elképesztő összevisszaság volt itt. Hát igen, itt már csak az idő ketyeg, és nyilván a Domination javára, meg Gogi még középre adná, de itt már nem fog történni semmi. A Domination megérdemelten fogja három darab 3-0-ás mérkőzéssel ezt a napot szépen lezárni. A Metatenszeitől pedig búcsúzunk, negyedik helyen ők nem lesznek ott holnap, és ezzel biztossá vált, hogy bárhogy is alakul a az MTK Budapest Spirit Gaming találkozó, ami az A-streamen megy jelenleg, mind a két csapat ott lesz majd a legjobb 6 mezőnyében a holnapi playoffban. Úgyhogy, hát igen, ez nem volt talán életünk legizgalmasabb mérkőzéshez hozó találkozója, de azért voltak kis csalapintaságok, jó kis édességek itt ebben a mérkőzésben is, úgy gondolom. Grizzly, értékeld kérlek a mai napot így a napzárásaként. Milyen volt, hogy volt, két csoportot nézzük majd meg, amint visszatérünk.